A helytörténet a városimázs része, épp úgy, mint a kultúra, a sport vagy a szőlő és a bor. Ezért köszönet jár mindenkinek, akik az elmúlt 20 évben közreműködtek a füredi história létrehozásában. Ezzel a gondolattal köszöntötte dr. Bóka István polgármester a helytörténeti folyóiratot annak 20. születésnapján. A teltházas rendezvényen Hári Lenke és Holzer András alpolgármesterek, valamint Cserép László, a művelődési osztály vezető tanácsadója is jelen volt. A füredi história 2001-ben indult útjára azzal a céllal, hogy a település múltjáról érdekességeket közöljön, olyanokat is, melyek még a helyi lakosság számára is újdonságot jelentenek. Takács Miklós, a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület elnöke köszöntötte mindazokat, akik a Kisfaludi Galériában ünnepelni gyűltek össze. Ünnepelni pedig van mit, mert a füredi história 2 évtizedes története sikertörténet, hisz alig ha van még egy olyan 13 ezres település Magyarországon, amely ilyen színvonalú helytörténeti kiadvánnyal büszkélkedhet, fejtette ki Takács Miklós. Az elnök átvehette a város ajándékát dr. Bóka István polgármestertől, és virággal köszöntötték a folyóirat mostani felelős szerkesztőjét is. Bán Beáta 2008 és 2012 között, valamint 2019-től napjainkig vezeti a szerkesztőbizottságot. A feladatot Elek Miklóstól vette át, akivel nagyon régre visszanyúló személyes barátságot ápol. Amit a Miklós elképzelt, az ahhoz én tudtam tartani magam. Tehát nem tudtak elcsábítani más irányba. Ami az alap volt, hogy mi kizárólag Balatonfüred múltjával foglalkozunk, a jelenével nem, azt én ezt végig tudtam vinni. Amikor először vettem át Elek Miklóstól, akkor voltak neki bejáratott szerzői. De ugye telt múlt az idő, és a szerzők, nem azt mondom, hogy kihaltak, sajnos elég sokan ki is haltak, de eljutottak egy olyan életkorba, amikor azt mondták, hogy ők már nem tudnak eljárni levéltárba, meg egyéb kutató munkára. Tehát akkor a szerkesztésben a nehézség az volt, hogy úgy kellett felkérni embereket, hogy írjanak, hogy evidens volt, hogy mi nem tudunk szerzői díjat fizetni, tehát ingyen kell dolgozni. Nekem végig nagy bánatom volt, hogy mindig én voltam a legfiatalabb, holott már réges-régen nem kellett volna lenni, és most valahogy büszke vagyok, hogy ugyan a legfiatalabbként kezdtem, de most én vagyok a legidősebb, mert a Szücs Gergő is egy fiatal ember, a Béresi Ákos is egy fiatal ember, hát hozzám képest a Miklós Tamás is, tehát ki ne hagyjak valakit, a Tóth Bence Tamás is jóval fiatalabb. Tehát azért ez egy jó érzés, és végig reménykedem abban, hogy akkor, amikor én majd innen kilépek, akkor az én helyemre meg a Gergőnél, Ákosnál is fiatalabb jön majd talán. A füredi história első főszerkesztője Elek Miklós volt. Ő is részt vett a jubileum ünnepségen. Így emlékszik vissza az indulásra és a közös munkára. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és megértük ezt a szép jubileumot. 2001-ben indult a füredi história. Tulajdonképpen viszonylag könnyedén, mert akkor még egyszerűbb volt a pályázat, kézzel írták az ajánlást, megkaptuk rá a pénzt, ami szükséges volt, és akkor a füredi iglói nyomdában az első számot kinyomták, később Budapesten nyomták, de azt viszont kollegiális kapcsolat révén ingyen, és ez nagy könnyebbséget jelentett. Nagyon szívesen gondolok vissza a kezdetekre is, illetve a későbbiek során, akik folytatták a szerkesztői munkát, azokra a számokra is, az ő munkájukra is, és örülök, hogy ilyen szépen alakult, és remélem, hogy még 20 év múlva, ha én nem is, de ti még itt lesztek, és ünneplitek a 40 éves vagy 50 éves évfordulót. Dr. Rácz János 2014-ben vette át a felelős szerkesztői munkát. Hálás, hogy kiváló szerzők kiváló írásaival találkozhatott. Egy működő folyóiratot vettem át, és ez inkább könnyebbség volt, mint unalmas vagy nem jó feladat. Különösen azért, mert olyan régi munkatársak maradtak meg a szerzőgárdában, akik
kézirattát javítani sem kellett, sem tárgyi tévedéseket nem követtek el, a nagy része pedig grammatika, nyelvtani hibát se. Különösen ki kell emelnem Tóth Bence Tamást, aki a folyóirat tördelésében, a szöveg képek összeállításában mindent elvégzett, de ezen túlmenőleg még sokkal értékesebb volt, amit a szerzőként alkotott. Rengeteg cikket megírt, és rengeteg tévedést ki is javított. Aztán az más kérdés, hogy hogy éltem meg a folyóirat élén, hogy sokszor falra hány borsó volt, mert egyszerűen nem vették figyelembe a tudományos tényeket, már pedig azok, különösen Tóth Bence Tamást illetően, nagy búvároláson és nagy forráskutatásokon alapult. Nem lenne szabad ezek fölött úgy átsiklani, ahogy tették párszor. A füredi história születéséről, két évtizedéről Tóth György, a Városi Könyvtár igazgatója, Takács Miklós, a Helytörténeti Egyesület elnöke, Bán Beáta és Praznovszky Mihály irodalomtörténész beszélgetett. Utóbbi azt mondta, lokális büszkeséget ad a füredi história, és egyértelmű, hogy Balatonfüred az egyetemes kultúrtörténelem része. A 20. jubileumra dupla számmal kedveskedik olvasóinak a szerkesztőbizottság. Ezt a kiadványt, vagyis a 62. 63. összevont számot is megismerhették a jelenlévők. Ebben a város polgármestere, a Helytörténeti Egyesület elnöke és a szerkesztőbizottság köszöntőit olvashatják, majd Bán Beáta, Földesdi Gabriella, Kellei György, Praznovszky Mihály és Széchenyi Ágnes gondolatait találja az olvasó, természetesen a jubileum kapcsán születtek az írások. A história további 32 oldalán az eddig megjelent számok címlapjait közlik, egy-egy rövid tanulmányrészlettel. De megemlékeznek a folyóirat egykori szerzőiről is, dr. Németh Lászlóról, Liknekkert Andrásról, Zékarkovány Juditról és Sárköziné Sárovics Hajnalkáról is. A füredi história legújabb száma megvásárolható többek között az Arácsi Népházban, a Városi Könyvtárban, a Vasari Galériában és a Zsidó Kiválóságok Házában is.